Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Mai napon elkezdünk egy új sorozatot. Reményeim szerint ez teljes végigjátszás fog takarni. A képen látható Portal Stories Mel című belsőnézetes logikai puzzle játékot fogjuk végigvinni. Biztos vagyok benne, hogy senkinek nem kell elmagyarázni, mi az a Portál 2. Szerintem mindenki ismeri a Portál 2-t, illetve mindkét részét szerintem. Akinek tetszett a Portál 2, leginkább azoknak ajánlom figyelmébe ezt a nagyon-nagyon jó sikerült remek modot. Igen, ez egy mod. Nagyon-nagyon fontos, ez nem hivatalos epizód, hanem egy rajongói mod, ami egyébként teljesen ingyenesen letölthető Steamen, mindössze a Portál 2-re van hozzá szükség, és hát szerintem a legtöbb embernek az úgyis megvan, tehát akinek megvan a Portál 2, az ingyenesen letöltheti Steamen ezt a játékot, ami egyébként szintén nem rövid. Nekem olyan, ha jól emlékszem, 10-11 órámba telt végigvinni ezt a modot. Röviden tömören, 2015 nyarán, egész pontosan júniusában jelent meg ez a mod, tehát már több mint 3,5 évvel ezelőtt. És ez egy mondhatni nem hivatalos prequel a Portál 2-höz. Tehát ez egy előzmény epizód a Portál 2-höz. Még annyi, hogy a játékban német szinkron nincs a Portál 2-vel ellentétben, de egy rossz szavam nem lehet, hiszen mondom, ez egy ingyenes mod. Igazából annak is örülök, hogy egyáltalán született nem hivatalos magyar fordítás. Azt láthatjátok is a képen, ezt a magyarítások.hu oldalról szedtem le, és a Fit csoport készítette. Ezután is köszi nekik a magyar feliratért. És igen, még annyit, hogy nem most játszok ezzel először, korábban privátban ezt egyszer végigtoltam, de mivel a játékban nagyon sok és igen komplex feladványok vannak, hát messze nem emlékszem mindre, úgyhogy annak ellenére, hogy egyszer már végigvittem, bizony sok helyen nagyon-nagyon nagy valószínűséggel ismét csak el fogok akadni. Remélem, hogy nem túl hosszú ideig, azért próbálok minél jobban teljesíteni, de azért ez a végigjátszás nem speedrun, és nem egy ilyen tökéletes végigjátszás, ahol nincs hibázás, meg ilyesmi. A szokásos módon végig visszük, hogy ahogy szórakoztatom. Oké, nem húzom tovább az időt. Gyakorlatilag egy aprócska technikai info, hát ugye Full HD, mindenki van maxolva grafikában, tehát a látvány az ki lesz maxolva. Ez a motor, a grafikus motor ugye a Source Engine, de a Portál 2-es Source Engine, tehát egy sokkal-sokkal modernebb és frissebb változat, mint ami Half-Life 2-ben volt, illetve ami Half-Life 2 modokban. Úgyhogy nagyon nagy valószínűséggel itt nem sűrűn lesznek ilyen performance problémák, legalábbis a sokkal szebben meg, mint a Half-Life 2, ilyet nem véletlen, mert ugye a Valve utólag popozott rajta sokat. Oké, nyomunk egy új játékot. A Story Mode, Advanced Mode. Oké, nem tudom, mi az az Advanced Mode. Na mindegy, előről megyünk, mindenképp a Story Mode-ot szeretném nektek bemutatni, hiszen nekem nagyon tetszett. A játék folyamában találkozunk egy core-ral, tehát egy ilyen, hát MI-vel ugye. Ugye Virgil lesz, aki számomra nagyon szimpatikus volt, de majd erről később. Oké, 5 perc már el is ment a popázásommal, úgyhogy kezdjünk is neki. Jó szórakozás kívánok a Portal Stories Melhez. Igen, 1952-ben kezdjük a Story Módot. Hajrá!
Ez a töltőképernyő, természetesen. És a játék egy érdekes átvezetővel fog indulni. Portal Stories Mel. A Mel a főszereplő neve, akivel mi leszünk. Első fejezet, 1952. És ahogy láthatjátok, nagyon-nagyon hasonlóan kezdődik, mint a két Half-Life játékban. Half-Life 1, és Cave Johnson már beszél, és őt sem maradok. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson. And boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you. So take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life. Even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be at Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Na igen, Cave Johnson, ugye? Akit a Portal 2-ből már megismerhettünk. A felvételekből legalábbis. És nagyon már az indítása ennek a módnak nagyon-nagyon különleges, hiszen ugye, ahogy az elén akartam mondani, csak Cave Johnson a szavamba vágott, hogy nagyon-nagyon hasonlóan indul, mint a Half-Life 1. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. És az a 3 perces bevezető volt, mondhatni, ez volt a, ennek a mondnak az inbound fejezete. Ugye a Half-Life 1-ben volt az inbound, amikor vonatoztunk befelé, ugye Gordonnal a munkahelyre. Most ez itt kopp ugyanaz, csak Mel vonatozott be a munkahelyre. Nem a Black Mesa-ban, hanem az Aperture-be. A játék amúgy nem mondanám, hogy csúnya amúgy, főleg ahhoz képes, hogy milyen ősereg motorra épül. Now, as I said before, there's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain. Up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry though. We haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. Ez van itt ilyen automaták elszorva. Italautomaták. Engem valamire Falloutra emlékeztetnek. Ezek nem tudom miért. De tök igényesen ki vannak dolgozva amúgy. A módban rengeteg egyedi asset is van. Tehát nem csak fogták azért a gyáriakat, hanem... Na ugye, itt most be kellett volna jelentkezzünk, de a
biztonsági őröcske ott szundikál éppen, úgyhogy mi tovább is megyünk. Mindegy, hogy melyik oldalon megyünk fel a lépcsőn, mert ugyanoda vezetnek. Aperture Science Innovators. Superconductor. Van itt minden. Mi emlékszünk ezekre a Science Sphere-ekre. Egy nagy gömbökben voltak a tesztek. Hát itt se lesz másképp. Elfs az elején. Repulsion Gale. Na, haladunk tovább. Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture Science malleable concrete, on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch a dent in the wall because someone was too hands-on. Na igen, és ami ugye nem volt a hivatalos epizódban, és ami engem megdöbbentett az első végigjátszáskor, hogy ennyire részletesen kidolgozták a környezetet is, tehát hogy a külterelt, hogy ugye ezt a nagy parkot itt, gyakorlatilag a munkába menés, tehát ami épületen kívül van, épületen kívül részeket ilyen szépen megcsináltak, engem ez lenyűgözött. Sőt, ugye emlékszünk rá, hogy a Source Engine csak statikus növényzetet tudott mindig rajzolni. Itt szerintem ezek egyedi eszetek lehetnek, mert azért valamennyire mozognak ezek a fák, persze nem túl szépen, de azért sokkal-sokkal szebb fák, mint ami Half-Life 2-ben volt, tehát látszik a fejlődés. És így van, egy nagyon fontos évszám, 1947-ben alapították az Aperture Science-t. 47-ben. És most ugye 52-t írunk. És itt gyakorlatilag be lehet járni itt az egész hatalmas nagy placot. Körbe lehet nézni, ide sajnos nem lehet bemenni. Amikor először toltam, akkor én fel akartam oda menni, hogy mi van ott fönn, de sajnos nem lehet. Vagy nem tudom, hogy hogyan lehet. De szerintem sehogy. És akkor van itt, ja igen. Van itt egy kis játszótér. Tök jó kis hangulatos. Ebbe az ablakba is itt be lehet nézni. Semmi különleges. Jött a metróállomás. Simán vasútállomás. És akkor itt van egy motel is, ez is tök érdekes, rögtön itt a cégnél van itt egy ilyen motel, Sleepy Easy motel. Arra van a metró. Ugye erre is figyeltek, hogy az autók is korabeliek legyenek. 52-ben járunk, szóval ezek stimmelnek. Azt hiszem. Nem vagyok egy 50-es évek szakértő, de... Hát igen, bemenni nem tudunk sehova. Nyilván a főbejáraton kell, de azért megmutatom, hogy hol, mi, merre. Na, szóval már... Amikor feljövünk a vasútállomáson, már akkor szerintem már ezen a parkon látszik, hogy mennyire igényes munkáról van itt szó. És akkor itt a fő bejárat. Ez, amit ugye az alapjátékban nem láthattunk. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. That's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Ja, tépjünk egy számot, ugye, ha... Nézzétek csak! Ő Caroline! Vagy mondhatnám azt is, hogy GLaDOS. A
Arra viszont nem... Ja, de tudunk menni. Hoho! Igen, itt-ott vannak ilyen kis bejárható mini területek. Egyfajta pluszok. Ugye nem erre kell menni, de ilyen... Ez is nagyon-nagyon tetszett, hogy külön megcsináltak egy ilyen termet, egy ilyen garázs-szerű termet. Ami tovább a szempontjából lényegtelen, de tök jó, hogy be lehet ide jönni és nézelődni. Nagyon szeretem az ilyen kis extrákat. Oké, haladjunk tovább. Sok magazine. Science Technology. Hát korabeli magazinok, igen. 50 Shades of Cave. Ez jó. És akkor vannak ilyen tök jó, érdekes képek, ilyen art style-ok. Ilyen művészi képek. Oda néz, az is milyen jól néz már ki. Ilyen futurisztikus science fiction képek. Tök érdekes, hogy 50-es években hogy képzelhették el a jövőt. Nagyon érdekes. Ez természetképpen is tök jó. Csak kár, hogy fekete-fehér. Bár, 50-es években mondjuk, akkor nem szóltam, igen, mert 50-es években inkább azok voltak. Tök jó. És akkor itt... Ugye, ahogy Cave Johnson is mondta, hogy Aperture Science kezdetben... Ugye... Zuhany függönyöket gyártott. 47. Vannak a címek, amit már láthattunk a Portál 2-ben is. Ja, csak... Ja, igen, erre nem tudunk menni. Így van. Ha jól emlékszem, a játék, azért megyek vissza, mert a játékban van egy olyan achievement, hogyha minden zárt ajtó megpróbálsz bemenni, akkor azt hiszem azért ad egyet, csak nem emlékszem, hogy itt volt-e ilyen zárt ajtó, de úgy látom, hogy nem. Oké, akkor menjünk is tovább. Az első végigjátszás során azért messze nem szereztem meg minden achievementet, ez nem is az volt a cél, hanem inkább azért izzadtam vért idézőjelben, hogy egyáltalán végig tudjam vinni, mert bizony ez a játék sokkal-sokkal nehezebb, mint az alapjáték, tehát aki kedvet kapna ez, az mindjárt. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously, though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Tehát aki kedvet kap ehhez, kapott, az mindenképp számítson rá, hogy ez nehezebb, mint az alapjáték. De nem kevésbé szórakoztató. De érdekes képek, nem? Tök érdekes látni, hogy régen hogyan képzelhették el a jövőt. És mégis még egy fontos infót mondott Cave. Ugye az Aperture Science az egész nagy komplexum, az egész mondhatni bázis vagy létesítmény ugye egy hatalmas nagy sóbányára épül. Ugye Cave megvett egy egykori sóbányát, ami bizony nem kis területen fekszik, és arra építette rá ezt az egészet, a vezérlőterem. És akkor ezzel a lifttel fogunk mindjárt lemenni, pillanat, csak még körbenézünk. Igen, nem tudunk sehova bemenni, de azért megpróbálom az ajtókat. Hát ha...
Na! És akkor indulunk lefelé. Így az első rész, ez ilyen kicsit bevezető epizód lesz, tehát ilyen nagyon sok puzzle-t ebben nem fogunk megoldani. Az első egy-két darabot szerintem. Hereafter, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine and all this science, the first thing they said was, no, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air. Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the you're fired stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Oh, nice. Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my... Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things. But they wet their pants and I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here. And I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months. So, you'll be participating in one of our smaller tests. The Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Nem semmi a látvány, ugye? Egy szinten 9 ilyen hatalmas gömb, 10 szint, 90 teszt. Ugye az alapjátékban ilyen se volt, hogy ugye amikor mentünk ilyen, ha sokáig a lifte, akkor úgy mindent lehetett látni. Nagyon, nagyon király, hogy ezt így csinálták meg. Ennek is nagyon örülök. This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture Science Innovator's short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour, at most, if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. És még lejjebb megyünk. Nagyon sokat megyünk lefelé. Meglepően sokat. Megérkeztünk. És én annó azt hittem, hogy itt kezdődnek el a tesztek, de nem. Itt... jött számomra az első végigjátsza során még egy óriási nagy meglepetés, mert itt még mindig nem kezdődnek el a tesztek, hanem rögtön látni fogjátok. You'll be heading into an Aperture Science Innovators short-term relaxation vault for a quick deep sleep, and then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 science boys disappear because of him. Hoppa! Ezt nézzétek. Hát ez bizony nem semmi. Sok száz, sok ezer méter mélyen a föld alatt ilyen létesítményt létrehozni.
növényekkel, érted? Nagy, egész parkot ide raktak. Elképesztő egyszerűen. És engem ez lepett meg, hogy itt van Lennon hatalmas park, itt van még egy hatalmas nagy épület, ugye ez olyan, mintha még egy főépület lenne, pedig ugye onnan jövünk. És itt lent van még egy ilyen nagy adminisztrációs egység, ez hihetetlen. És ugye lent vagyunk a föld alatt, ilyen hatalmas nagy reflektorokkal szolgáltatják a fényt. Ugye, ami kell a növényeknek természetesen. Ott van egy kis vízesés. Na, be is megyünk ide, az épületbe. És akkor ez itt a ugye várakozó terem, test subject waiting area. Vannak szép fotelek. És akkor itt is ezeket itt be lehet járni. Ami zölden világít ajtó, oda be lehet menni. És ami szintén érdekes, hogy az órákat itt úgy csinálták meg, hogy nem egy fix textúra, hanem a másodperc mutató működik. Oké, nem pontosan jár, és kizárólag csak a másodperc mutató jár, a több másik kettő nem. De legalább nem teljesen statikus, tehát ez is tök jó. Ezen is meglepődtem annó. Hiszen még mai napig, még a legnagyobb blockbuster játékokban is, hogy odaraknak egy fix textúrát, órának a szevasz. Tehát még arra is figyelnek, hogy legalább másodperc mutató működjön, de itt erre is figyeltek. A Cape Johnson fiatalabb korában. Itt a kettes kamra. Ez itt olyan sok minden nincs. Van itt egy portálozható felület, de hiába, mert nincs ugye portál device nálunk. Ez a 2056-os felirat egyébként már az elejétől fogva láthattátok, hogy nagyon sok helyen felbukkan. Ez egyik fejlesztő Nick nevéből származik. Az egyik fejlesztő pakolta el a játékot ezzel a számmal konkrétan. És majd a játék vége felé lesz majd egy achievement, a 2056-os achievement, amit el lehet majd érni. Ja, jó, mi nem mentünk be. És arra is kell menni, de mielőtt arra megyünk, még gyors megmutatom, mi van fenn. Best New Science Company. Itt a hármas terem. Itt is van Local Entrepreneur Buys Salt Mine. Upper Michigan. Itt van a újságkivágás ügye. Megvette a sóbányát. És van egy ilyen kis kávézó helyiség. Tök jó. Ilyen bazen egy fotelekkel. Hát ide nem tudunk bemenni. Csak ide. És még ide is. Hát most még nem tudunk oda bemenni, de majd később. Na, oké, akkor haladunk tovább. Itt bennem volt ilyen... nem. Tehát erre kell menni, így. Don't worry, those tourists won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me. Ez is zárva. Ugye nem bántanak a törletek, így is van.
legalábbis egyelőre. This do not touch. Ja, és a zenegép is működik ám. Bár ott elvileg nem, de ha így megnyomjuk. Figyelj, kicserélje a lemezt. Milyen állat. És elindul egy tipikus 50-es évekbeli muzsika. Ilyen apróságokra is figyeltek, tök jó. Oda ez, figyelj ezt a dinamikus árnyékot. Annak a ventinek az árnyéka, tök jól néz ki. Nagyon szeretem az ilyet. És akkor ide kell bemenjünk, ugye? Aludni. Elvileg csak pár órát kellene, short time relaxation volt. Pár órát kellene aludnunk, de hát... Természetesen egy picit több lesz az. Na jó. If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Carolyn, is the test ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. Hát akkor aludjunk. És még ilyen átvezető cutscene-eket is csináltak, elképesztő. Good night and good luck. Az már egy másik játék. Az első, ennek a videósoroznak az első része igazából csak arról fog szólni, hogy hogyan indul el az egész. Ugye ez a bevezető epizód. Az intróról fog szólni. Gyakorlatilag arról, hogy hogyan jutunk el a tesztkamrákig. A riasztók. Illetve a riadók, bocsánat. Bizony azok nem véletlen szólaltak meg. Na? Még töltőképernyő van. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right. Második fejezet. Kiterjesztett relaxáció. Olympian or war hero, there was a slight problem with the test. Don't worry though, we got shot okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. Na most ugye észrevehetétek, hogy írt a játék, hogy Cave Johnson megint beszélt hozzánk, és hogy teljesen más a hangja. Ez nem véletlen, ugye is. Aki most beszélt, az nem Cave Johnson volt, de ezt már később látni fogjátok. Ez az egyik történetcsavar a játékban, úgyhogy én nem árulom el. Az egyik dolog, ami nem tetszett a játékban, és ez, jó, ez nem a készítők hibája, hanem sajnos nagyon-nagyon régi a motor. Nézzétek csak! Az árnyékokra gondolok, nézzétek az árnyékokat! Ugye? Nagyon-nagyon ocsmányak. Hát sajnos, igen. Don't worry about the height. Had a few of my scientists make what's called long fall boots. I mean, aperture science innovators, long fall boots. That was easier to think of than I thought. Igen, oda kell leessünk, csak meg akartam most mutatni az árnyékokat, hogy azok sajnos milyen csúnyák, de hát... Semmi sem tökéletes, de szerintem ezt nyugodtan elnézhetjük ennek a játéknak, potty! Na, ha emlékeztek, itt szálltunk be az alvókamrába, az most már nincs a helyén, és hát úgy gyakorlatilag az egész komplexum az így romokban hever, majdnem minden darabokra esett.
Úgyhogy nem csak pár órát aludtunk, hanem inkább pár évtizedet. Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new test. Congratulations! You get to test something else now. Double the experiments for you. Ugye a törlet az lőni akarna, de hát ugye ártalmatlanítva van. És lehet látni, hogy minden benőtt a növényzet. Eresztenek a csövek, itt több évtized telt el. És itt van a portal device. There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Mm-hmm. Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah, yeah, that's it. Just ignore that. Mm-hmm. Jól tud hazudni. Ezek a növények is mozognak. Na hát, ugye eredetileg onnan jöttünk, de hát ott leomlott minden. Korábban ide nem tudtunk bemenni, de most erre kell menni. Aperture. És amit láthatjátok, az összes növény gyakorlatilag hát elszáradt. Minden elszáradt. Fű, a fák, minden. Nem kevés idő telt itt el. Hát plusz messze nem volt annyi fény, valószínűleg miután a reflektorok megadták magukat. Ugye a növények nem kaptak annyi fényt. Na. Hát itt nem megyünk át, úgyhogy ott megyünk át. Van a kék, akkor majd rakunk oda egy narancsot. Így, mi? Mhm. És most tudunk arra menni. Sőt, csak arra. Azért nem is rohanok, mert már, ahogy mondtam, egyszerűen nem emlékszem már mindenre. Nem tudom, hogy már... These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yeah, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Nem, Adlai Stevenson is still president. Nem 52 van. Nem. All right, so the earthquakes kind of did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out. Igen, ugye erről beszél itt. A főbejárat az szintén tönkrement, itt nem tudunk kimenni, de ugyanakkor mégiscsak ki kell jussunk, ugye a portal device segítségével. Hát itt van egy ilyen cucc. Ez lesz a kulcs a kijutáshoz. Vannak még törletek. There's got to be something you can use to launch yourself over the door. There has to be another way out. Ezeket egyszerűen ki tudjuk iktatni. Ez az, és akkor ezt úgy fogjuk csinálni,
ott ki fogunk repülni. Geronimo! Erről van szó. Things might look different than what you're used to, but while you were spending that little time sleeping, we had some Aperture Science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys, faster than any science guy I got. Ugye a reflektorok is ott tönkre mentek, hát... ahogy minden más is tönkre ment. Egyébként sajnos úgy tűnik, hogy a játék felvétel közben nem bírja a 60 FPS-t. Bár mondjuk... ennek az egyszerű magyarázata van, hogy a Source Engine ugye DirectX 9 alapú, ahol brutál nagy a CPU többletterhelés, és szerintem itt lesz a probléma. Na, csak. Jó, mindjárt megyünk, egyébként arra kell menni természetesen, mindjárt megyünk arra, mindjárt. Csak itt még egy picit körbeleskelődünk, mert meg szeretnék mindent mutatni. Reméljük a teszkamrákban már 60 fps-sel fog menni. Itt elég nagy terület van és sok geometria. Na akkor haladunk erre. The Enrichment Sphere, Bravo Volta! 1959-ben épült. Do not enter, keep out. Rendkívül biztató feliratok. Condom testing area. Ott van. Vitrification order, 1961. Beyond that door is one of the new testing tracks. Totally, completely new. Get through it and head to the first testing sphere. I'll let you know more there. Így van, az első testing sphere és az első test gömb. Underground train, a test shafts, 1-től 8-ig. Hát ez volt a train, és a vonat, ami maradt belőle. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and installed one where people needed to go through. Így van. Na, az első új dolog a sima Portál 2-höz képest, amiről most beszélt a idézőjelben Cave Johnson, ki tudjuk, hogy nem ő. A piros mező. Ez semmi más, ugye emlékszünk a Portál 2-ből voltak ezek a kék mezők, hogy semmi nem lehetett át, semmilyen eszközt nem lehetett átni, se a doboz, se a Portál Device-t, igen, de a dobozokat, meg ilyeneket nem. És a portálok is eltűntek. Na most a piros mező annyiban különbözik, annyi a plusz, hogy mi sem mehetünk át rajta. Tehát a játékos azonnal meghal, hogyha ebbe belemegy. Tök jó. Egy kis plusz nehezítés. És akkor igazából megérkeztünk az első, mondhatni, valódi feladványhoz. Mindjárt nekiállok, csak itt még meg szeretném mutatni ezeket az irodákat. Ilyen régi szervergépek. Itt lesz egy kapcsoló, ez majd el is kelleni fog. Mindjárt látni fogjátok, hogy miért és mit, hogyan. Csak mindig figyelni kell a játék folyamán, hogy soha nem menjünk bele abba a piros mezőbe, mert akkor azonnal halál van. Itt van a Seal 1, itt van egy ilyen hatalmas nagy zsilip. Hát ezt kell kinyissuk természetesen.
ahhoz, hogy ezt kinyissuk, be kell jutnunk a vezérlőterembe. Ja igen, itt fönn azt hiszem nem is volt semmi. Ja. Na, ez úgy néz ki, hogy ott egy kapcsoló, és itt van egy kapcsoló, és elég gyorsan kell őket egymás után meghúzni, hogy ugye kinyíljon a zsirip. Itt viszont nem tudunk bemenni, de... Igen, mindenféle teretárgyba könnyű elakadni. Ez az első feladvány, nagyon, ez egy elég egyszerű, persze első végigjátszásnál azért gondolkodtam, hogy mi van. If you turn the power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that causes an entire part of the facility's power grid to blow up. So, remember, the one in here is good, all others bad. Okay. És most kikapcsoltuk ezt a mezőt, úgyhogy be tudunk ide menni. Igen ám, csak hogy mivel ezt kikapcsoltuk közben... I think these switches were designed for two people. Maybe your new test can help. Igen, 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 tudjuk. Közben a játék folyamán nagyon-nagyon sok helyen lesznek ilyen mentőövek a Borealisról. Ugye? Ugye? Ezzel mondjuk nincs rajta a fejérad, de sok helyen lesz majd. Na, de ugye most mivel lekapcsoltuk az áramot, ezek a kapcsolók nem működnek. De ez nem probléma. Ez nekünk nem lesz probléma. Remember, you can always turn the power on or off again. Igen, ezt a kapcsolót korlátlan számban használhatjuk. Jó, és akkor így. Egyik, másik. Szazám, tárulj! Igen, az árnyékokra ne koncentráljatok, azok sajnos csúnyácskák. De az összkép szerintem ennek ellenére tök jó. Boa. Hát akkor lemegyünk. Nincs más hátra. Én már csak azért sem fogok sehol rohanni. Szeretnék minél többet megmutatni nektek a játékból. És akkor melyiket raktam le? Jó, akkor oda megy a kék. The new testing track is just through here. Ugye onnan jöttünk. Ezt kinyitjuk. Csak úgy poénból megnyomom az összes ilyen nyithatatlan ajtógombját. Hoppa madár! És a... Oh, that's meant to happen. Just to test your reflexes. You know, after your short sleep. Oké, erre nem emlékeztem. Jó, ez igen, ez szép volt. Na most igen, ebben a modban sokkal több az ilyen parkouros ügyeskedés, mint az alapjátékban. Hát ugye ott gömbről gömbre haladtunk liftben. Itt nem ilyen egyszerű lesz a téma, ahogy láthatjátok, innen nincs sem erre, úgyhogy pontosabban egyetlen út van, közben csinálok egy gyors mentést. Egyetlen út van, potty.
Úgyhogy kicsit... kicsit más, mint a Portál 2. Mondtam, megszokott útvonalakat tekintve. Jó, most oda le kéne potyanni! Jó. Na és itt már van egy lift, és most be tudunk menni a gömbbe. Bemegyünk az első gömbbe. Yeah! És igazából innen kezdődik a játék, mondhatni. Nyisd ki, légy szíves! Áú! Hirtelen kapcsolták fel az összes reflektort, az kicsit világos volt. Így van, ahol láthatjátok is. Bizony, most már benn vagyunk a gömbben, ebben a testing sphere-ben. És itt az első... Bravo Volta, the... Bravo Volta. Fifth testing track, yes, fifth. You'll need a portal device to get through. Sorry, I meant a portable quantum tunneling device. Look, it's in your hands right now. The scientists did their job. You'll do fine. De azért nagyon-nagyon szépen utánozza Cave Johnson-t. Nagyon jól csinálja, tényleg. Én az első végigjátszásom során, én esküszöm, tök komolyan egész végig azt hittem, hogy tényleg ő az. Csak ugye, én azt hittem, hogy egyszerűen a Portál 2-ben szereplő színész nem vállalta el a szinkron munkát, és gondoltam, hogy egyszerűen más emberre kellett megcsinálni, ezért más a hangja, de nem. Nem. Na, oké. Na, itt az van. Itt van egy ilyen field. Itt van egy, ugye ez halálos, ezt ne felejtjük, a piros az mindig halálos. Ott van két trutyi, ugye? A repulsion gale, ugye a kék az ugrálós trutyi, és azzal lehet lemosni a dolgokat. Na most nagyon egyszerű a téma. Nem, igazából nem az. Ahhoz képest a legelső teszt igazából nem olyan végtelen egyszerű. Na most ugye nekünk oda kell lejutni, csak hogy körbe kell menni, tehát először arra kell menni, és utána arra, meg arra. Ja, tök jó. Úgyhogy... apránként. Csak haladjunk apránként. Na most. Van egy gomb. Aha, ott egy doboz. Igen ám, csak a dobozért hogy megyünk oda? Ugye? Itt az első trükk. Itt az első trükk. Már a legelső tesztnél a játék eléggé komoly kihívások elé rakja a játékost. Azért biztos a kedvéért mindig mentsünk egyet. Dankeschön. Oké, hát itt ugye ezt nem tudjuk átvinni, erre figyelni kell. Itt ezt nem tudjuk átvinni. Ami talán nem is probléma. Na most, ugye nekünk oda kell átjutni, oda kell a kocka, látjátok ott ez a piros gomb. Oda kell rátenni a kockát. Na most. Itt azt ott befestjük. És... utána ugye kell egy nagy lendület, hogy onnan átpattanjunk oda. Na most ehhez, és ha jól emlékszem, most nem szeszem, de úgy emlékszem, majd mindjárt kiderül, hogy a piros mező csak elterelés, azzal nem kell foglalkozni. Arra is van egy gomb, ki lehet kapcsolni,
Azt a piros mezőt ki lehet kapcsolni, ott a gombja, ott. Lehet látni, ez a csík, oda megy, kikapcsolja a piros mezőt. De... szerintem azt nem kell kikapcsolni. Miért nem? Hát ezért. Az jó helyen van. Kérdés az, hogy lesz-e elég lendületünk. Geronimo! Potty! Bizony. Now everything about this test is lead lined, according to my 1950s notes here in my 1950s filing cabinet. Says it's harmful to humans. Not harmful to humans. You'll be okay. Perfectly fine. Nothing to worry about. Oh, and don't worry about the boxes. We got a ton backstocked ready for this kind of thing. Thrown at the wall, destroyed, rinse and repeat. Useless little things, made them in an hour. Ja, itt a másik feladvány, egyébként ugye ne felejtjük, még mindig ugyanabban az egy gömbben vagyunk, tehát egy gömbben több feladvány is van. És ugyanisztem, ez volt az első feladvány, ami egy kicsit megtornáztatta az agyam. Ahol egy pár percig elakadtam, ez nagyon-nagyon trükkös volt, ugyanis. Van itt egy ilyen. Ugye a doboz nem mehet át az ilyen kék mezőn. Az lehozza azt. Csak hogy... a kijárat ott van. És a kijárathoz szükséges gomb is ott van fent. Odafel csak és kizárólag ezzel tudunk felmenni. Ez viszont csak akkor emelkedik föl, ha ezt itt levesszük. Na! Itt ez az első trükk. De! Hoho, még nincs vége a dolgoknak. Igen, ez kikapcsolja ezt is. Mivel oda föl kell egy doboz, ezért kell egy második doboz. Ugye? Onnan. Aminek ott a kapcsolója. Tök jó, ugye? Úgyhogy... ez is nagyon cseles. Rosszul csináltam. Rosszul csináltam. És türelmet. Azaz. Jó, oké, ennyi elég lesz, köszönjük szépen. Lényeg, hogy kettő kockánk legyen. Végtelen ciklusban ment volna ezek. Kösz. Végtelen ciklusban ment volna az egész. Na, kettő kocka kell ide. Ez a lényeg. Az egyiket magunkkal visszük. A másiknál ez úgy néz ki, ugye. Ezt rárakom ide, hogy ez is feljöjjön velünk. Na most, hozzátenném, nem biztos, hogy a fejlesztők ezt a metódust képzelték el, lehet, hogy más megoldást képzeltek el, és... na mindegy, én azt találtam ki az első végigjátszásnál, erre emlékszem. A fizikai motorral próbáltam egy picit... picit játszadozni. Ezt megpróbáljuk úgy kiszámolni... aha. Tehát, hogy... pont annyira meg kell próbálni szélére rakni, hogy lassan essen le erről. Hogy az 1-2 másodperc alatt oda rá tudunk menni. Csak ez nem mindig sikerül, úgyhogy...
Aha, igen. Semmi baj. Ez az! Második, ez nem is rossz! You're not dead. That means that high toxicity lead didn't get in the air and, I mean, great job, astronauts, Olympian, or war hero. You really are a merit to science, or something like that. Just remember the Nuremberg Olympics. Látjátok? Itt vagyunk. Csak egy aprócska kerülőt kellett tenni. Na hát az első kettő puzzle feladványon túl vagyunk. De hát ez még nagyon-nagyon a bevezetés volt a játékba. Még sehol nem vagyunk. Ez még nagyon-nagyon az intro, ez még az eleje. Igen, kettes. Ugye ez a következő gömböcske, lehet látni. És oda kell eljussunk, oda. Ott is lesz minden, ahogy látom. Na, oké, akkor első epizódnak ennyit terveztem, bevezető epizódként. Ugye bevonatoztunk, láthattuk az Aperture-t fénykorában, ugye a főépületet, várót, stb. Tök szépek voltak, és megnéztük az első két komolyabb puzzle feladványt is, innentől természetesen folyamatosan nehezedni fog a játék, és egyre komplexebbek lesznek a feladványok. Ennek a módnak a sztoria is szerintem tök jó, nekem nagyon tetszett. Úgyhogy remélem, hogy a videó is tetszett nektek, ha ilyen nyomjál lájkot és tartsam legközelebb is. Innen folytatjuk majd a Portal Stories Mel című Portal 2 modat, ami egyszerűen teljesen ingyenes. Na, köszi a figyelmet, szevasztok!